Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét. Pénteken délután Székesfehérváron tartotta hivatalos kampány záró nagygyűlését a Fidesz. Házigazdaként köszöntöttem a résztvevőket, a gyűlésre érkezőket. Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Cserpalkovics András, a város polgármestere, beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök. Erről készült összefoglalónk következik. Megtöltötték a Városház teret a Fidesz országos kampányzárójára érkezők. Varga Tamás első felszólalóként Fehérvárról és annak múltjáról beszélt. Párhuzamot vont a mai események és a város történelme közt, a török időket hozva példaként és Szent István örökségét. Később Cserpalkovics András szólt a tömeghez, a hagyományok és a kulturális értékek fontosságáról beszélt, és arról soha nem érkezett olyan mértékű forrás a városba, mint az elmúlt 8 évben. A nem fehérváriaknak szeretnék egy műhely titkot itt a kis beszédem elején elmondani. Ezen a téren 2 nagy eseménykor szokott ennyi ember lenni. Az egyik egy történelmi fesztiválunk minden év augusztusában, történelmünkre, értékeinkre, hagyományainkat ápoljuk és arra emlékezünk. A másik pedig, amikor különböző klubcsapataink bajnokságot, azaz győzelmet aratnak. Legyen ez így vasárnap is itt Székesfehérváron. Kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy külön megköszönjem a kormánypártoknak azt, hogy úgy döntöttek, hogy erre az eseményre itt Székesfehérváron kerül sor. Érezzük ebből, hogy ez egy erős és fontos város a Fidesznek és a KDNP-nek. Varga Tamás képviselő úr beszélt arról, hogy milyen fontos és szimbolikus helyen vagyunk most. És valóban, hogyha körbenézünk itt a belvárosban, akkor nagyon közel vagyunk a nemzeti emlékhelyhez, nemzetünk bölcsőjéhez. Nagyon közel vagyunk az országalmához, rajta a kereszttel. Nagyon közel vagyunk a bazilikához, a cisztertemplomhoz és a sétáló utcánkhoz. Ezek a mi szépséges értékeink, amelyek egyúttal hagyományokat is mutatnak, önöknek hagyományokat is jeleznek. Büszkék vagyunk, szeretjük ezeket a hagyományokat és ezeket az értékeket. Szeretnénk ezeket megőrizni, és vasárnap tenni is fogunk annak érdekében, hogy megőrizzük ezeket az értékeket. Ez egy erős és fontos város, amelyik büszke lehet történelmére, büszke lehet arra, ami miatt mi azt mondjuk, hogy a nemzet egyik történelmi fővárosába vagyunk most. Székesfehérvár azonban azt a célt is kitűzte maga elé, hogy miközben hagyományait és értékeit, kultúráját ápolja, büszkén vallja és vállalja, közben egy modern 21. századi várost építünk. És ez a város, ez sok támogatást kapott az elmúlt esztendőkben. Még ellenfeleink sem szokták itt Fehérváron tagadni, hogy sokat fejlődött Székesfehérvár az elmúlt esztendőkben. Ennek több oka is lehetett és több oka is volt. Az egyik természetesen a megyében élők és Fehérváron élők szorgalma, elkötelezettsége és az, hogy szeretik Székesfehérvárt, szeretik a mi közös otthonunkat. A másik az, hogy biztonságban, nyugalomban, kiszámíthatóság közepette tehetjük mindennapjainkban a dolgunkat. Biztonságban, kiszámítható környezetben tehetjük és fejleszthetjük ezt a várost, tudunk közösségként folyamatosan erősödni. És ehhez minden forrást megkaptunk. Szeretném elmondani polgármesterként, hogy mióta dokumentálni tudjuk ennek a városnak a történelmét, és ez bizony nem ma kezdődött, azóta úgy gondolom, hogy Székesfehérvár kormánytól, kormányzattól annyi fejlesztési támogatást és szimbolikus támogatást is soha nem kapott, mint ettől a kormánytól ezekben az esztendőkben. Sok mindenben megmutatkozott ez a támogatás. Megmutatkozott az adósságkonszolidációban, ami a 2010 előtt keletkezett hitel és adósállomány teljes átvételét jelentette, ez Fehérvár esetében 18,5 milliárd forint volt. Azt gondolom, hogy óriási összeg. De megmutatkozott abban is, hogy olyan beruházások, fejlesztések valósultak meg, kedves hölgyeim és uraim, Fehérváron és környékén, amelyeket 2010 előtt meg kellett volna valósítani, de akkori baloldali kormányok, az állítólagos baloldali kormányok ezeket sem a megyének, sem a városnak nem adták meg.
Az új kormány azonban 2010 után ezeket a fejlesztéseket megvalósította, illetve már döntések vannak arról, hogy megvalósulnak. Így valósult meg a nyugati elkerülő útszakasz, amit nem csak a fehérváriak, hanem nagyon sok ember használ. Így fejlődik a kórházunk, amit 2010 előtt nem kapta meg a Pólus programban a fejlesztési forrásokat. Azóta az egyik tömb megépült, a másik hamarosan megfog, és közel 30 milliárd forint érkezett, és érkezik csak a Szent György kórház fejlesztésére, ami óriási összeg. Ezúton is szeretném miniszterelnök úrnak ezt megköszönni. De miközben ezekkel a fejlesztési forrásokkal mi gazdálkodhattunk, közben új programok és fejlesztések is elindultak, amelyből kiemelkedik a Modern Városok program, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség a nagyvárosok számára, így Székesfehérvár számára is, aminek keretében oktatási, egészségügyi intézmények újulnak meg, vagy épülnek, multinacionális és multicsarnokok, multinacionális vállalatokat az ő életminőségükhöz kapcsolódó, a munkavállalóikhoz, a szakképzett munkavállalóikhoz kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg. Megújul a Feketesas szálló itt a belváros szívében, és óriási környezetvédelmi beruházások is indulhatnak. Ráadásul azt hallhattuk, hogy ez a program, ami a megyejogú városok számára nyílt meg, a következő években kibővülhet, ha jól döntünk április 8-án, a középvárosok és a községek vonatkozásában is. Higgyék el az ott élők, hogy óriási lehetőség lesz ez azon települések és az ott élők számára. Döntsünk jól április 8-án ebben a vonatkozásban is. Kedves hölgyeim és uraim, a polgármesteri tisztség az egy nagyon érdekes szolgálat. Érdekes szolgálat, amihez azt gondolom, hogy nem tartozik hozzá az, hogy valaki néhány héttel a megválasztása után ne a városával és az ott élőkkel, hanem valami országos kampánykérdésekkel foglalkozzon, de az sokkal inkább beletartozik, hogy figyelje a polgármester azt, hogy egy választási kampányban az adott városra és az ott élőkkel kapcsolatban az egyes jelöltek és pártok mit mondanak, mit ígérnek, mire számíthatnánk tőlük. Azt, hogy mire számíthatunk ettől a kormánytól, azt pontosan tudjuk. Fejlődésre, biztonságra, kiszámíthatóságokra, és az értékek, a közös értékeinknek a megőrzésére. De én megnéztem polgármesterként az elmúlt hetekben, hogy Székesfehérváron a különböző pártok jelöltjei és annak országos vezetői mit mondanak, mit üzennek ennek a városnak, az itt élőknek, mit üzennek a megyének. És hát sajnos azt kell, hogy megállapítani, hogy gyakorlatilag semmit. Ha itt is volt közülük valaki, van olyan pártelnök is, miniszterelnök jelölt, aki hosszú-hosszú hetek óta nem járt erre, tehát nem tartja fontosnak és erősnek Székesfehérvárt, de emellett volt, aki idejött egyszer-kétszer, tartott egy rövid sajtótájékoztatót, aztán elment, volt, aki átfutott egy órán keresztül a piacon, aztán elment, és volt az, aki egy szálloda mélyén mert csak találkozni híveivel, hát persze ő máshol azt mondta, hogy káosz várható április 8-a után, hogyha ő neki közel lesz a kormányzáshoz. Választani tehát a között kell, hogy biztonság, hogy nyugalom, hogy kiszámíthatóság, vagy pedig káosz és a nem törődömség. A között kell nekünk Fejér megyei polgároknak, székesfehérváriaknak választani, aki fontosnak és erősnek tartja Székesfehérvárt, vagy aki ide sem jön, vagy ha ide jön, akkor pillanatok alatt el is megy innen. Én úgy gondolom, hogy a választás e tekintetben is csak egy dolog lehet április 8-án. Engedjék meg, hogy arra kérjem önöket, hogy itt Fejér megyébe is támogassák a Fidesz listáját és a Fidesz jelöltjeit mind az öt körzetben. Egyúttal arra kérem önöket Székesfehérvár polgármestereként, hogy fejlődhessen ez a város itt Fehérváron, Varga Tamásra és Törő Gáborra adják a voksukat vasárnap. És nem állom meg, hogy itt a kis beszédem köszöntöm végén még egy dolgot elmondjak önöknek, ami mellett kérem, hogy tegyünk hitet vasárnap. Néhány héttel ezelőtt egy belga politikus, egy szocialista belga politikus erre a városra, az itt élőkre, az erről a városról készült filmre azt mondta, hogy túl sok itt a mosolygós ember és a kereszt a belvárosban. Szeretném,
hogyha nem felejtenénk, hogy ez a város ezen értékek nélkül ma nem lehetne itt. És mi hiszünk egy olyan európai városban, amelyik hisz a saját történelmébe, megéli hagyományait és értékeit, és közben egy modern várost épít. És azt gondolom, hogy azon dolgoztunk eddig is, és azon dolgozunk a következő években is, hogy igenis legyen minél több mosolygós ember ebben a városban, ebben az országban, és legyenek önök is azok. Ebben kérem az önök segítségét vasárnap, és kérem, hogy segítsük, hogy közös céljainkat elérve, közös otthonainkat fejleszteni tudjuk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, hajrá Fehérvár! Utolsó nagy hajrára készülnek a hétvégén, valójában nincs tényleges kampányzáró, erről már Orbán Viktor szónokolt. A miniszterelnök sorsdöntő választásról beszélt, mint mondta, a képviselők mellett jövőt is választ vasárnap az ország. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves fehérváriak, jó újra itthon, jó újra látni önöket. Kampányzáró. Ez a hivatalos és megszokott elnevezés. Ám az igazság az, hogy eszünk ágában sincs a mai napon be és lezárni a választási kampányt. Éppen ellenkezőleg egy utolsó nagy hajrát akarunk indítani. Ezt kell tennünk, mert a választás mindig a végén dől el. Hiába dolgoztuk végig, rogyásig az elmúlt heteket, ha a végét ellazsáljuk. Akármi is történt eddig a kampányban, akárhogyan is állnak éppen most az esélyek, a választás valójában 48 óra múlva az előttünk álló vasárnap dől el. Kedvenc politikai filozófusom, egy bizonyos Rocky Balboa, azt mondta, mindig a végén van vége. Igaza van, hallgassunk rá. Tisztelt fehérváriak! Sokadik választási hadjáratunk ez. Én emlékszem olyan választásra is, ahol szombaton még mi voltunk többen. Hétfőn megint mi voltunk többen. Csak éppen vasárnap nem voltunk elegen. És erre aztán rá is ment Magyarország 8 éve, és a végén örülhettünk, hogy óriási nehézségek árán, sok verejtékkel sikerült talpra állítanunk. Ezt a leckét kaptuk 2002-ben. Az okos más kárán tanul, a buta a sajátján, a reménytelen pedig még abból sem. De mi egyáltalán nem vagyunk reménytelen eset, ez bizonyítja, hogy most zárjuk le második, egymást követő kormányzati ciklusunkat. És itt akár meg is állhatunk egy pillanatra. Az ember azt gondolná, hogy a választási kampány tökéletesen fölösleges a kormányzó párt részéről. Mert mi más volna igazabb és igazibb, mint maga a kormányzás, annak teljesítménye, vagyis maga a valóság. Azt gondolhatnánk, aki jól viselte gondját az országnak, annak nem kell kampány, a tények úgyis önmagukért beszélnek. Lassan 30 éves tapasztalatom azt mutatja, hogy ez másképpen van. Az a tapasztalatom, hogy a nemzet, polgáraink összessége mindig, sőt a magyar mániákusan a jövőbe szeret tekinteni. Ami megtörtént, az már megvan. Azt fürkészi, mi vár rá, és ő személyesen mit várhat a vezetőitől. Kedves barátaim, tisztelt fehérváriak, mi sohasem árultunk zsákba macskát. Most sem tesszük. Mi a jövőben is úgy fogunk kormányozni, hogy jól képviseljük a nemzet szabadságvágyát, függetlenségi törekvéseit, bátran képviseljük azt az énnyét, amely a magyart magyarrá teszi. Olyan politikát vállalunk, amely a nemzetek közösségében rangos helyet biztosít a magyaroknak, és a legméltóbbak között jelöli ki nemzetünk helyét. Ez a mi vállalásunk. Bravo!
Kedves barátaim! Ma délután azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, hogyan fogunk győzni vasárnap. Mert vasárnap győzni fogunk. Sok nagy csatát megnyertünk együtt az elmúlt években. Ez kellő szerénység mellett is feljogosít bennünket arra, hogy kimondjuk, vasárnap ismét győzni fogunk. Olyan csatákat is megnyertünk, amelyek első látásra és sokak szerint nyerhetetlennek látszottak. Megnyerhetetlennek tűntek, mert másoknak már korábban rendre beletörött a bicskája. Nyerhetetlennek látszottak, mert az ellenerők nagyobbnak és gazdagabbnak, vagyis hatalmasabbnak tűntek nálunk magyaroknál. És nyerhetetlennek látszottak, mert olyan ellenszélben kellett küzdenünk, amely másokat korábban egyszerűen lefújt a pályáról. Bár a legtöbben egy lyukas garas sem adtak volna érte, mi képesek voltunk a csődbe zuhanó gazdaságot megmenteni és talpra állítani. Képesek voltunk hazaküldeni az IMF-et, amelyet mások csak sűrű bocsánat kérések közepette mertek még csak megszólítani is. Sőt, mi nem csak hazaküldtük, de ki is váltottuk magunkat az adós rabszolgaságból. Megadóztattuk a bankokat és a multikat, és ezt a pénzt odaadtuk a családoknak. Visszanyestük a rezsit, a tömeges munkanélküliségből munkaalapú gazdaságot építettünk, megvédtük a nyugdíjakat, nyugdíjprémiumot fizettünk, és kétszámjegyű béremeléseket értünk el. És megállítottuk a népvándorlás első nagy hullámát. Bebizonyítottuk, hogy a nemzetek ideje nem járt le. Sőt, meghirdettük a nemzeti gondolkodás, művészet és politika reneszánszát. Bebizonyítottuk, hogy a keresztény kultúra és életmód nem a múlthoz tartozik, épp ellenkezőleg magunkkal vihetjük és magunkkal is kell vinnünk a jövőbe. Ezek mind-mind megnyert csaták. Ezek szegélyezik az elmúlt 8 évben megtett utunkat. Ezekkel a győzelmekkel a tarsolyunkban vonulunk fel a vasárnapi sorsdöntő ütközetre. Mert kedves fehérváriak, vasárnap sorsdöntő választás vár ránk. Vannak választások, amelyek nem sorsdöntőek, és vannak, amelyek azok. A nem sorsdöntő választáson csak képviselőket választunk. A sorsdöntőn a képviselők mellett jövőt is. A nem sorsdöntő választáson csak a következő 4 év forog kockán, a sorsdöntőn több évtized. A nem sorsdöntő választáson hozott döntést 4 év múlva ki lehet javítani. A sorsdöntő választás eredménye azonban kijavíthatatlan, végleges, visszacsinálni már nem lehet, legfeljebb együtt élni a következményeivel. Legutóbb 1990-ben a kommunista rendszer végén álltunk ilyen válaszútnál. Szabadság vagy elnyomás, függetlenség vagy idegen katonai megszállás. Végül a szovjeteket hazaküldtük, a kommunizmust meglékeltük és elsüllyesztettük. Visszafoglaltuk az országunkat és megszületett a szabad Magyarország. Ma, 28 évvel később úgy áll a helyzet, hogy el akarják venni az országunkat. Idegen érdekeket kiszolgáló ellenzéki pártokat akarnak kormányra juttatni. Idegenek zsoldjában álló ellenzéki politikusoknak akarnak hatalmat adni, hogy aztán lebontsák a kerítést, és elfogadják Brüsszel kezéből a kötelező betelepítési kvótát, így Magyarországot bevándorló országgá alakítsák, majd kiszolgáltassák megbízóik pénzügyi és hatalmi érdekeinek.
Vasárnap tehát Magyarország sorsa hosszú évtizedekre és visszacsinálhatatlanul eldől, ha a gát átszakad, ha a határokat megnyitják, ha a bevándorlók beteszik a lábukat, már nincs visszaút. Hiába szeretné, még a német kancellárnak sem áll hatalmában a történelem kerekét visszafele forgatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Miért éppen itt Székesfehérváron gyűltünk össze? Nem azért, mert ide jártam gimnáziumba. Habár hálás vagyok Székesfehérvárnak, hálás vagyok a Teleki Blanka gimnáziumnak és a MÁV előrének is. Valójában azért jöttünk ide Székesfehérvárra, hogy súlyt és nyomatékot adjunk a szavunknak. Azért jöttünk össze éppen itt, hogy szándékaink komolyságát, elszántságunk erejét és elkötelezettségünk szilárdságát bemutassuk. Itt akartunk állni, ahol 1000 évvel ezelőtt a magyarok ősi temploma állt. Itt akartunk állni, ahol a keresztény magyar királyság megszületett, ahol államalapítónk viselte küldetése súlyát, elvégezte munkáját és beteljesítette küldetését. Itt akartunk összegyülekezni, ahol a magyar nép életének máig tartó fejezete, a keresztény államiság elkezdődött. Itt érezzük igazán, milyen tétje is van az előttünk álló vasárnapi küzdelemnek. Mikor itt állunk ezen a helyen, viselnünk kell az ő tekintetüket, és alá kell vetni magunkat az ő mércéjüknek. Itt áll előttünk az országalma. Rajta 3 dátum. 1001 István király megkoronázása. 1688. A város megszabadulása a török megszállás alól. És 1938. Szent István halálának 900. évfordulója. Amit ők megalapítottak, amiért megharcoltak, amit megvédtek és megtartottak, azt kell most nekünk is megvédeni, megtartani, és ha eljön az idő, gyermekeinknek és unokáinknak továbbadni. Magyarország a mi hazánk, nekünk nincs másik, ezt kell megvédeni, ezt kell megőrizni, mert nélküle hontalanok, árvák és földön futók leszünk a nagyvilágban. Végül, kedves fehérváriak, már csak arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy mit kell tennünk, mit tehetünk még. Az első és legfontosabb, hogy mondjuk el mindenkinek, milyen veszély fenyegeti a hazánkat. Az elmúlt évek eredményeit együtt harcoltuk ki a magyar emberekkel, közösen értük el, közösen elértük, hogy végre van jövőnk, van mit megvédenünk. Nézzenek körül, nem éppen nyugodt világban élünk. Európát számos konfliktus terheli. Hadseregek csatáznak a keleti szomszédunkban. Kereskedelmi háború fenyeget az Európai Unió és az Egyesült Államok között. De mindközül a legnagyobb veszély, hogy bevándorlók milliói fenyegetnek délről, és Európa vezetői összefogva egy milliárdos spekulánssal nem a határokat akarják megvédeni, hanem a bevándorlókat akarják beengedni. Ez az igazság. Mi megépítettük a kerítést, megvédtük a déli határt, nemet mondtunk Brüsszelben minden betelepítésre. De a veszély nem múlt el. Alig várják, hogy újra kezdjék. 48 óránk van arra, hogy ezt újból és kellő erővel elmondjuk mindenkinek. Ez nem is olyan könnyű feladat. Tagadnak és hazudnak, mellé beszélnek és rágalmaznak, cenzúra van, a filmeket törlik, a videókat letiltják. Nekünk ezért őszintén, tisztán és pontosan kell beszélnünk. Nyíltan és kertelés nélkül kell beszélnünk arról, hogy Brüsszelben, az ENSZ-ben és Soros György alkimista műhelyében milyen jövőt szánnak nekünk.
A gimnáziumban itt Fehérváron azt tanultam, talán Karintitól, idézem őt, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mondjátok el hát mindenkinek, hogy az első 10 000 bevándorlót még az idén Magyarországra akarják telepíteni. Mondjátok el hát mindenkinek, hogy a paktumot már Gyurcsánytól Vonáig mindenkivel megkötötték. Mondjátok el hát mindenkinek, hogy a migráció az a rozsda, ami lassan, de biztosan felemészti a hazánkat. Mondjátok el hát mindenkinek, hogy a migránsokat nekünk kell eltartani. Ha jönnek a betelepítések, hiába lesz gazdasági növekedés, nem lesz miből támogatni a családokat, és nem lesz miből fizetni a nyugdíjakat. Mondjátok el hát mindenkinek, hogy a tömeges migráció fenyegeti a hétköznapok megszokott biztonságát. A tömeges migráció növekvő terrorveszéllyel jár. Világos, mint a nap, ahol van tömeges migráció, ott a nőket erőszakos támadások fenyegetik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Végül arra kérek mindenkit, hogy gondoljuk át, mi az, ami igazán fontos dolog az életünkben. A családunk, a gyermekeink, az emberi méltóságunk, a szabadságunk, a kultúránk, a hitünk és a hazánk. Mindezt most kell megvédenünk. A dolgok a kampány végére leegyszerűsödtek. Két jövő közül választhatunk. Az egyiket Soros jelöltjei kínálják, a másikat a Fidesz és a kereszténydemokraták jelöltjei képviselik. Nekünk Magyarország az első. Nekik Soros György és az általa kínált hatalom az első, mert pénzért és hatalomért mindenre képesek. Kedves barátaim, tisztelt fehérváriak! Önök ismernek engem, talán elhiszik, hogy nem hajlok meg mindenféle szélnek. De egyedül semmire sem megyek. Egyedül semmire sem megyek, és a következő hónapok és évek fontos pillanataiban az országházban minden képviselőre szükségem lesz. Amikor az országot meg kell védeni, amikor Brüsszelben a betelepítésre nemet kell mondani, akkor csak a mi jelöltjeinkre lehet számítani. Kedves barátaim, a hátralévő 48 órában arra is figyelnünk kell, hogy a fegyelmezettebb és kitartóbb énünk maradjon fölül. Kérem, ne engedjünk az elbizakodottságnak, ne engedjünk a hányavetiségnek, és ne higgyük el, hogy már zsebben van a győzelem. Ne higgyünk a közvéleménykutatásoknak. Nekünk nem a közvéleménykutatásokat kell megnyernünk, hanem vasárnap este a választást. Megtanultuk, hogy a győzelem nekünk sohasem hullott az ölünkbe. A sikerért nekünk mindig kétszer annyit kellett dolgoznunk, mint másoknak. És ez igaz lesz vasárnap is. Mindenkinek, aki meg akarja őrizni Magyarországot, Magyarországnak el kell mennie szavazni, és mindkét szavazatát a Fideszre kell adnia, csak ez a biztos. Minden más hazárdjáték és veszélybe sodorhatja a jövőnket. A visszaszámlálás elkezdődött. 48 óránk van, hogy mindenkit elvigyünk szavazni. Egy ember, két szavazat. Több millió magyar, sok millió szavazat. Ez áll szemben sok millió dollárral. És én hiszek abban, hogy több millió magyar akaratot nem lehet pénzzel legyőzni. Kedves barátaim! Végül a leghevesebb küzdelem idején is arra kérek mindenkit, hogy tekintsen a szívébe. Lássa meg szomszédjában a fele barátját és a honfitársát. Egy vérből valók vagyunk, mondta a farkasok fia, és igaza van. Összeköt bennünket a szívünk, az emlékeink és a hűség a hazánkhoz. Mind magyarok vagyunk. Magyarnak lenni azt jelenti, hogy szeretjük a hazánkat, és tiszteljük egymást. Amíg ez így marad, addig a magyaroknak a leghatalmasabb és leggazdagabb ellenségektől sem kell visszarettenniük.
Volt elegendő időnk, hogy megtanuljuk. Amíg együtt maradunk, mindig győzni fogunk. Magasba az ászlókat, fel győzelemre! Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Megkérdeztük az 1-es és 2-es választókerületekben induló országgyűlési képviselő jelölteket, közülük is a DK, az MSZP, valamint a Jobbik színeiben induló politikusokat. A kampányidőszakot értékelte és üzent a választópolgároknak Rácné Földi Judit, Fejér megye 1-es számú választókerületének DK-s országgyűlési képviselőjelöltje. Nagyon mozgalmas időszak volt, megpróbáltam minden egyes lépcsőházba eljutni és személyesen kopogtatni. Több mint 6000 kopogtatást sikerült kieszközölnöm ez alatt a 7 hét alatt, és azt gondolom, hogy abszolút sikeresen. Az volt a célom, hogy meghallgassam a választók igényeit, hogy mi az a legfontosabb 3-4 téma, ami őket érdekli, és amit személyesen a bőrükön tapasztalnak, és hogy megértsem őket, hogy mi lenne nekik jó, hogy lenne nekik jobb, hogyha én képviselném őket a parlamentben. Nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és ez meg inkább lendületet adott nekem ahhoz, hogy ezt végigcsináljam és végigéljem. Az idő ugyan nem kedvezett, de megpróbáltam minél több időt utcán lenni, és azt gondolom, hogy az aláírásgyűjtés ideje alatt körvonalazódott ki leginkább, hogy én ezt miért szeretném csinálni. Nagyon nagy igény van arra Székesfehérváron is, hogy béke legyen és nyugalom. És sajnos azt kellett tapasztalnom, és ez az egyetlen negatívum egyébként, hogy az emberekben túlteng a gyűlölet, és ez annak köszönhető, hogy Székesfehérvárt is elárasztották ezek a gyűlölködő plakátok. És félnek az emberek, főként az idősek attól, hogy egyedül boltba menjenek, mert az, amit ráúszított ez a kormány az adófizetők pénzén, a migráns riogatással, azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. És én azért szeretnék dolgozni, hogy egy békés, nyugodt városban éljünk, és pontosan ezért nem értek egyet azzal, hogy ma Orbán Viktor az ország Almánál Székesfehérvár belvárosában tart egy országos kampányzárót. Ugyanis ez volt a kérés több helyről is, hogy őrizzük meg a békét és a nyugalmat, és azt gondolom, hogy ellenzéki képviselőként, és beszélhetek a többi párt nevében, többi baloldali ellenzéki párt nevében is, hogy folyamatosan arra törekedtünk, hogy ne keltsünk gyűlöletet, és olyan mederben tartsuk ezt az egész kampányt, amire méltóan büszkék lehetünk április 8-a után is, és április 9-én is nyugodt szívvel bele tudjak nézni bármelyik ember szemébe. Tartottam azt az elvet, amit az elején megfogadtam, hogy semmilyen személyeskedésbe nem fogok belemenni, semmilyen utálkozásba. És a mai nap az, ami egyébként leginkább elkeserít, hogy Orbán Viktor a városba jön, mert ezzel még inkább gyűlöletet fog szítani. Szerintem nem véletlen, hogy itt tartja a kampányzáróját. Biztos, hogy fontos neki az, hogy Székesfehérváron is a Fidesz győzzön. Én pedig nem azt szeretném, hogy egy párt győzzön ebben a városban. Én azt szeretném, hogyha az emberek arra szavaznának egy személyre, és az én személyemre. És ezt szerettem volna velük is megértetni, hogy én személy szerint őket szeretném képviselni mindenféle pártpolitikai elvárástól függetlenül, hisz itt élünk ebben a városban, Székesfehérvár a szívem csücske, és az is marad. Úgyhogy mindent meg fogok tenni a városban élőkért most is, tegnap is, holnap is, és április 9-e után is meg fogom ezt tenni. Körvonalazódott az, hogy az esélyes ellenzéki jelölt én vagyok, ezt most már ugye hetek óta tudjuk. Arra buzdítok minden választót, hogy tényleg szavazzon rám párt szimpátiájától függetlenül, és legyen végre Székesfehérvárnak egy szociálisan érzékeny női országgyűlési képviselője. Megfogalmaztam egy programpontot 8 pontban, több vádért amiatt, hogy túlhelyi, pedig parlamenti választások vannak. Én a mai napig azt vallom, és ezt vállalom is, hogy én a székesfehérvári polgárokat szeretném a parlamentben képviselni minden erőmmel, ezért van Székesfehérvárra vonatkozó programom. Többek között az új összedaépítés, az M7-es elkerülő szakaszának újra díjmentessététele, az idősek otthonának az állapotának a fejlesztése és a várólisták megszüntetése, és még sorolhatnám főként egészségügyi, oktatási, és igenis nekünk
helyi dolgokat kell képviselnünk a parlamentben, és minden országgyűlési képviselőnek kutya kötelessége, hogyha egyéni választókörzetből jut be a parlamentbe. Én így szeretnék dolgozni minden székesfehérvári polgárért. Mit szeretne utolsó üzenetként közölni a lakossággal? Arra kérem önöket, hogy szavazzanak Székesfehérváron is a gyűlölet, a félelemkeltés és az ellenségképek ellen. Kérem, szavazzanak rám április 8-án, hogy egy jobb várost építhessünk. Ön a legfontosabb. Tóth Nóra Témea, Fejér megye egyes számú választókerületének jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje az elmúlt időszak eseményeit foglalta össze és üzenetet fogalmazott meg a választópolgárok számára. Az elmúlt 3 hónapban rengeteget voltunk az utcán, nagyon sokat beszélgettünk emberekkel, lakossági fórumot szerveztünk, és összességében elmondható az, hogy az emberek nagy része kormányváltást szeretne. Most arra felismerték a problémákat, és pontosan tudják, hogy ez a rendszernek a hibája, úgyhogy legtöbben szeretnék, hogyha a jelenlegi kormány leváltódna, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a vasárnapi szavazáson, hiszen magas részvételi arányjal ez elérhető. Ezen kívül, hogy ezt mondták, hogy kormányváltást szeretnék, mert fogalmaztak-e meg olyan kérdéseket vagy kéréseket, amiket így el tud mondani? Nagyon sokan panaszkodtak az egészségügyről, és ezt a saját bőrünkön is tapasztaltuk, hiszen a Fejér megyei Szent György kórházban jelenleg 2 hetet kell várni egy vérvételre, és nagyon hosszúak az egyéb várólisták is, ezt nagyon sokan elmondták, és problémaként élik meg, illetve rengeteg házi orvos is hiányzik a rendszerből, ezt is tudjuk, 2015 óta vannak tartósan betöltetlen praxisok, tisztában vagyunk vele, és szeretnénk javítani a helyzeten, szeretnénk visszaállítani a házi orvosok megbecsülését, és szeretnénk tisztességes bért adni az egészségügyi dolgozóknak, illetve nagyon sokan panaszkodtak még az utak, illetve a parkolóhelyeket nagyon sokan kevésnek találják, és bosszantja őket, hogy fizetősek ezek a helyek. Úgyhogy mi erre is gondoltunk, a programunkban szerepel a parkolóhelyek ingyenesététele, illetve az autópályáknak a város elkerülést szolgáló szakaszának ingyenesététele. Találkozott mindenféle korosztállyal, lehet-e csoportosítani, ki az, aki megfogalmazott még mást is? Valóban nagyon sokféle emberrel találkoztunk az elmúlt pár hónapban. A fiatalok érzik a saját bőrükön ugye az oktatásnak a problémáját, úgyhogy rengeteg diák jött oda hozzánk, és elmondták, hogy ők részt vettek a diák tüntetéseken fent Budapesten, elmondták, hogy mennyit kell tanulniuk feleslegesen, milyen nehéz az iskolatáskájuk, és mennyire bosszantja őket a mindennapos testnevelés, illetve nem is a mindennapos testnevelés, hanem a megfelelő infrastruktúra hiánya, hiszen minden nap tornázniuk kell, de nincs biztosítva számukra mondjuk egy zuhanyzásnak a lehetősége. Rengeteg iskola nem megfelelő állapotban van, balesetveszélyesek az ablakok, illetve nincs megfelelő eszköz a tanításhoz, nincs elég kréta, nincsen szappan a mosdókban, és a többi. Milyennek látja a lehetőségét egy kormányváltásnak a Jobbik részéről itt ezen a területen? Székesfehérvár nehéz terep, hiszen itt az elmúlt években nagyon sokat fejlődött és szépült a városunk, és egy barátságos környezet van Székesfehérváron. Az ellenzéki politikusok nagyon jól kijöttek egymással, nagyjából békében zajlott a kampány. Azonban itt is észrevették az emberek a problémákat, pontosan tudják azt hogy milyen hiányosságai vannak ennek az országnak, és mindenki érzi már a saját bőrén azt, hogy valami hibája van a rendszernek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Székesfehérváron is nagy esély van a kormányváltásra. Mi az, amit üzenne még így utolsó alkalommal a lakosságnak? Én azt üzenném nekik, hogy ne féljenek. Tudom, hogy nagyon sokan tartanak a jelenlegi rendszertől, de nem kell félni, ne féljenek, menjenek el szavazni, mert 70% feletti részvételi arányjal leváltható már a kormány. Értékelte a kampányidőszakot Horváth András, aki Fejér megye 2. számú választókerületében az MSZP Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje. Ez egy nagyon nehéz, hideg, fagyos, hosszú kampányidőszak volt. A rengeteg eső, havazás és rossz idő nagyon megnehezítette a jelöltek dolgát is, és nagyon megnehezítette a kampánystábok dolgát is. De hát aki ezt vállalta, annak ezt kell csinálni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon tömény dózisba kapták a választók a különféle politikai pártok ígéreteit, illetve nagyon tömény dózisban a kormánypárt által keltett gyűlöletkampánya az, ami elérte a választókat. Én azt gondolom, hogy az emberek azonban józanul látják ma a világot. A magyar választók tudják azt, hogy ők mit szeretnének, nekik mi a jó. Az én tapasztalatom az a eltelt másfél hónapban,
hogy az emberek megunták ezt a gyűlölködést, megunták azokat a lövészárkokat, amit a kormánypárt kiásott jelenleg a mai időszakban. Én azt gondolom, hogy mindenki békére vágyik, nyugalomra, egy békés, kellemes, sokkal élhetőbb országban szeretne élni, és nem egy ilyen túlfeszített idegállapotban lévő háborús hangulatú környezetben. Én nagyon sok helyre sikerült eljutnom, ugye ez a választókerület 30 település, Fülétől Zámoig, és közte a teljes 70-es és 81-es út mindkét oldala. Rengeteg helyen jártunk, hol utcai kitelepülésekkel, azt onnan lehetett megismerni, hogy amikor utcára mentünk, mindig esett a hó, tehát ez egy ilyen, a végén már kabala volt, de rengeteg lakossági fórumot is tartottam, nagyon sok választóval sikerült találkozni. Én azt hiszem, hogy ez az időszak elég volt arra, hogy megismertessem a Magyar Szocialista Párt programját, bemutatkozzak, aki nem ismer, engem is jobban megismerjen. És volt érdeklődés, voltak kérdések, nagyon jó beszélgetések voltak ezeken úgy az utcai kitelepüléseken, mint a lakossági fórumokon. Milyen főbb pontjai vannak a programjuknak? Hát igazából 10 fő programja van a pártszövetségünknek, a Magyar Szocialista Pártnak és a Pártbeszédnek. Ezek közül a legfontosabbak az azt hiszem, hogy ami az egészségügyre vonatkozik, ami az oktatásügyre vonatkozik, a korrupcióellenes csomagunk, ugye ahol egy korrupcióellenes ügyészséget hoznánk létre és csatlakoznánk az Európai Ügyészséghez. A másik ilyen fő program, ami van, hogy mi tagjai akarunk maradni az Európai Uniónak. Az a politika, amit ma jelenleg folytatnak, az egyenes út ahhoz, hogy Magyarországot a jelenlegi hatalom kivezesse az Európai Unióból. És nekem személy szerint is meggyőződésem, hogy Magyarország Európa része, és az is kell, hogy maradjon. A másik ilyen fő ugye az egészségügy, hiszen ebben a választókerületben, amiben én indultam, Fehérvár 2-es választókerületében, jelenleg a legnagyobb beruházás az a Sóstói stadion a maga 16 milliárdos összegével. Ez a 16 milliárd, ez annyira sok pénz, hogy ezt így nehéz megfogni, de talán úgy, hogy ez 16 darab CT-készülék ára. Aki ma bemegy a Fejér megyei Szent György kórházba, mondjuk egy hétköznap délután a sürgősségi osztályra, az értékelni azt, hogyha sokkal korszerűbb műszerek lennének. Hogyan látja az esélyét MSZP párbeszéd jelöltjeként ebben a körzetben? Ez egy megjósolhatatlan választás. Azt érezni a választók hangulatából, hogy nagy az igény arra, hogy leváltsák a jelenlegi hatalmat. Mi ellenzéki képviselőjelöltek mindent megtettünk azért, hogy minél több emberhez eljussunk. A mi fórumaink a kormánypárti fórumokhoz képest nem zárt körűek voltak, hanem nyilvánosak, hiszen önök is többször tudósítottak ezekről a fórumokról. Én bízom benne, hogy jók az esélyeink, én bízom abban, hogy a választók úgy döntenek vasárnap, április 8-án, hogy váltást szeretnének, és leváltják ezt a kormányt. Én azt gondolom, hogy a mai kormány és Orbán Viktor egyetlen embertől fél, ez a magyar választó. És csak a választó tudja eldönteni azt, hogy mi lesz az elkövetkezendő 4 évben. Mit üzen még így a nézőknek, a választópolgároknak? Azt hiszem, hogy a kampányt elég intenzíven kapták, és a különféle üzeneteket, és plakátokat, és minden egyebet. Én csak egyre szeretném megkérni a választókat. Aki teheti, menjen el szavazni. Minél többen menjünk el szavazni, hiszen ez ad esélyt arra, hogy változás történjen ebben az országban, és hogyha tehetik, és szimpatikus vagyok, akkor április 8-án Fejér megye 2-es körzetben rám szavazzanak. A választást megelőző időszakot értékelte Fazakas Attila, Fejér megye 2-es számú választókerületének jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje, és üzent a választóknak. Az esélyeket tekintve mit gondol így a Jobbikról? Én úgy gondolom, hogy a magyar lakosság felnőtt, és ebből a szempontból is jól fog dönteni. Bízom benne, hogy azáltal, hogy mi a programunkkal foglalkoztunk igazából, és nem a mocskolódással, éppen ezért arra
Tehát én azt gondolom, hogy igazából a kormányváltók azok Fejér megye 2-es választókerületében rám fognak szavazni. Ezt én nagy tisztelettel fogadom, és meg tudom azt ígérni, hogy mindig és mindenkor a helyi érdekeket fogom képviselni. És itt ragadom meg egyébként az alkalmat, hogy beszéltünk egy picit a mocskolódásról is a kampányban, meg a negatív kampányról, viszont ki kell emelnem feltétlenül, hogy az összes ellenzéki pártnak a jelöltje nagyon korrekt volt velem szemben, tehát semmilyen atrocitást nem ért, és itt köszönöm meg nekik is, hogy igazi demokrataként viselkedtek ebben a kampányban. Említette a programot, így a lakosság köréből milyen programpontok azok, amik esetleg szimpatikusak voltak? Itt a mi körzetünket azért érinti egyrészt a Fejér megyei kórház kérdésköre, másrészt meg a 2007-es jóformán Móri kórház kivégzés azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy itt óriási várólisták alakuljanak ki a Fejér megyei kórházban. Ez mindenképpen első számú feladatunk, hogy rendet tegyünk ezen a területen. Másrésztről meg nagyon szeretnénk megvalósítani azt, ami már egy régi terv, hogy a 81-es főútat négysávosítsuk, illetve az agglomeráció kapcsán szeretnénk, hogyha a Fehérvár, illetve a környező falvak közötti úthálózat ne ilyen állapotban legyen, hanem komoly útfejlesztések valósuljanak meg. Erre szeretnénk koncentrálni a következő időszakban, amennyiben a választók is úgy gondolják, hogy alkalmasak vagyunk a feladatra. Mit üzen a választópolgároknak? Azt üzenem a választópolgároknak, elsősorban pártoktól függetlenül, pártszimpátiától függetlenül menjenek el szavazni. Nagyon-nagyon fontos, hogy mi magunk döntsük el azt, hogy mi milyen kormánya legyen a következő 4 évben Magyarországnak. Nagyon fontos a nagy részvétel, ezáltal az a kormány, amely ki fog alakulni a választások után, annál nagyobb legitimitása fog rendelkezni. Nagyon fontos az, hogy menjünk el szavazni, amennyiben viszont kormányváltásra szeretnénk szavazni, akkor arra kérem a kedves Fejér megye 2-es választókerületében élő lakosokat, hogy szavazzanak rám, azért, hogy megvalósíthassuk programunkat. Ez volt már a köztér, megköszönöm, hogy velünk tartottak. Ne felejtsék el, vasárnap 18 órától a Fehérvár Televízió élő választási műsorra jelentkezik, élő helyszíni kapcsolásokkal, exitpolokkal, eredményvárókkal. Tartsanak velünk, hogyha tehetik. Viszontlátásra!